Sziasztok! A Rutánc ABC-ben következik az O betű, ehhez a betűhöz pedig egy nagyon érdekes nevű elemet választottam, ez nem más, mint az Organ Keeper. Vágjunk is bele! Kétféle belemenetet fogok nektek megmutatni. Nem mondom, hogy egyik könnyebb vagy nehezebb lesz, mint a másik, mert ez mindig relatív, hogy kinek mi a könnyebb vagy mi a nehezebb, úgyhogy érdemes kipróbálni mindkettőt. Az első verzióban a talajról fogunk közvetlenül belemenni ebbe az elembe. A kiinduló helyzetben a belső kezünk hóna alá fogjuk húzni a rudat, hasonlóképpen, mint amikor bicskát akarunk csinálni. A külső kézzel pedig kelleni fog nekünk egy úgynevezett hátsó fogás. Innen elkezdjük a lábakat emelni, közben pedig a törzsünket döntjük hátra, és a belül lévő lábunkat fogjuk beakasztani a talpunknál nyújtott térdel. Ha szükséges, akkor ezt a felhúzást láblendítéssel tudjuk segíteni. Miután beakasztottuk a talpunkat, hátra homorítunk, és tulajdonképpen ráfekszünk a hátunk mögött lévő karra. Ha itt stabilan tart a talpakasztásunk és a hátul lévő kéz, akkor a felső kezet el fogjuk engedni, és a szabadon lévő lábunkért fogunk nyújtózni. Ha sikerült elkapni a lábat, akkor pedig kihúzzuk, amennyire csak hajlékonyság engedi. Ezután a belül lévő kézzel visszafogunk a rúdra, a talpakasztásunkat egy külső tért hajlatakasztásra cseréljük, a hátsó fogásból felfogunk, és visszajövünk a talajra. A másik variációban egy flat skorpióból fogunk indulni. Ebből a kiinduló helyzetből a külső kézzel befogunk a hátsó fogásba, a belül lévő kézzel pedig felfogunk a belső lábakasztásunknál kialakult kis lyuksiba. Ezután az akasztott lábunkat kicseréljük a talpakasztásra és kinyújtjuk a térdet. Utána hátra homorítunk, és ha minden megfelelően tart, akkor megcsináljuk a lábfogást. Visszajönni hasonlóképpen fogunk, mint az első variációban, külső térdakasztásra cserélünk, és utána visszajövünk a talajra. Nézzük meg ezt a verziót még egyszer forgórúdon is. Pedig önmagában már magabiztosan megvan az Organ Keeper, akkor próbáljátok kombinációba tenni. Mutatok hozzá egy ötletet. Köszönöm, hogy megnéztétek a mai videót, ha tetszett és hasznos volt számotokra, akkor támogassátok a csatornámat egy lájkkal, és iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a Rutánc ABC következő részéről se. Jó edzést kívánok nektek, sziasztok!